Izraelben és szerte a Közel-Keleten a lakosság, a külföldi nemzetek, a vállalkozások és a katonaság is felkészült egy esetleges regionális háborúra és az országot érő támadásra. Az izraeli vezetőket semmilyen forgatókönyv nem lepné meg. Sokan úgy vélik, hogy Irán és az Irán támogatta szervezetek egy az április 13-ánál nagyobb szabású támadásra készülnek, amikor is több mint 350 lövedéket, rakétát és drónt lőttek ki Izraelre. Az IDF szóvivője bejelentette, hogy a hadsereg magas készültségi fokon áll egy lehetséges támadásra, amely egyszerre több fronton is érkezhet egy időben. A védelmi és a támadó erőket is mozgósítottuk. A levegőben, a tengeren és a szárazföldön is felkészülünk minden lehetséges forgatókönyvre. Nem tudnak meglepni minket. Egy totális háború kilátásairól egyeztetett csütörtökön Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök a polgárvédelmi parancsnoksággal. Michael Oren Izrael korábbi amerikai nagykövete is újra egyenruhában nyilatkozott a CBN News-nak. Mint mondta, Izrael készen áll. Fel vagyunk készülve a felmerülő állandó veszélyhelyzetekre, minden lehetséges forgatókönyvre, és bárki, aki megtámad bennünket, nagyon magas árat fog fizetni. Hogyan jellemezni az izraeli védelmi erők készültségi állapotát? Magas, nagyon magas, és most északról, az északi határról beszélek, az itteni készültségi szint rendkívül magas. Izrael folyamatosan egyeztet a nemzetközi szövetségeseivel egy várható támadásról. A Netanyahu és Biden elnök közti telefonbeszélgetés után az Egyesült Államok elkötelezett Izrael biztonsága mellett Irán fenyegetéseivel szemben, és bejelentette újabb amerikai haderő mozgósítását. Irán parlamenti szóvivője Izraelt és az Egyesült Államokat is okolja Ismail Haniyeh Hamas vezető teheráni meggyilkolásáért, és erőteljes megtorlást helyezett kilátásba a megfelelő időben és helyen. A feltörekvő cionista rezsimnek tudnia kell, hogy nagy árat fog fizetni ezért a gyáva éjszakai támadásért, az iszlám köztársaság biztonságos falai között. A New York Times szerint Haniyeh-t egy bombával ölték meg, amelyet két hónappal ezelőtt helyezhettek el otthonában. A Hezbollah is válaszcsapással fenyegetőzik. Hassan Nasrallah csütörtökön kijelentette, Izrael könnyekbe fog borulni a vezető meggyilkolása miatt, és arra figyelmeztetett, hogy az izraeli háború ezennel újabb fázisba lépett. Az ellenség és azok, akik mögötte állnak, az elkerülhetetlen válaszunkra számítsanak. Allah akaratából ez teljes mértékben egyértelmű. Éppen ideje véget vetni a nagyvilági színjátéknak. Amikor a Hamasról, a Hezbollahról vagy Iránról van szó, akkor ugyanarról beszélünk. Lindsey Graham amerikai szenátor benyújtott egy határozati javaslatot, hogy a Hezbollah bármilyen lépése Izrael ellen iráni támadásnak tekintendő, amellyel szemben Izraelnek védekeznie kell. Itt az ideje, hogy az ajatollah a saját bőrén tanulja meg a leckét. Az olajfinomítói adják a rezsim vérkeringését. Ezek nélkül nem tudnák támogatni a terrorizmust.